A Teáter U21 Plus kis fesztivált 7. alkalommal szervezi meg a Szegedi Maszk Egyesület. Célja, hogy a fiatal rendezők és pályakezdő színészek is megmutathassák tehetségüket a közönség előtt. Nem csak a színpadon jelentkezik az új nemzedék, az utánpótlás, hanem ezek a programok általában a fiatalokhoz is szólnak elsősorban, nem kizárólag természetesen. Tehát olyan előadásokat válogattunk, amit fiatalok csináltak, fiatalok problémáival is foglalkoznak. Na ez ki? Arturo újja gangster. És ha nyílve ütnék az üzletet? Ja, már nagyon iparkodott, hogy veled beszéljen. Biztos, ajánlatokkal üldöz. Tavaly ősszel elsőként Bertolt Brecht drámáját nézhette meg a közönség. Idén látható lesz többek között a Kaposvári Egyetem Rómeó és Júlia adaptációja, a Színház és Filmművészeti Egyetem Túlóra című produkciója, valamint a Scherer Péter rendezte Soha senkinek című darab is, amely a családon belüli erőszak kényes témájáról szól. Az Egyesület idén átalakított nézőtérrel és felújított színpaddal várja vendégeit. Erre nem volt célzott támogatásunk, tehát a saját bevételeinkből próbáltuk ezt valahogyan lehetővé tenni, mert úgy éreztük, hogy már meglehetősen mostohák a munkafeltételek az épületben, és épp ezért a színpadot és a nézőteret is megújítottuk, lecseréltük a székeket, hogy a közönségnek is egy kicsit komfortosabb legyen az itt tartózkodás. A fesztivál május 19-én kezdődik és 28-án ér véget. Már ezen a héten is több programmal készülnek a szervezők. A nyitóesten május 9-én este 19:30-tól az Okulári Projekt felolvasó színházi sorozatának Ellenállás című ingyenes estje, május 12-én pedig a fiatal felnőttek szabadságvágyáról és önmaguk megismeréséről szóló a Fura című előadás lesz a régi zsinagógában.